Ha az egyszerű gépekről beszélünk, akkor valóban egyszerű megoldásokra kell gondolnunk. Régen az emberek csak a saját izomerejükkel tudták elvégezni a munkát, illetve legfeljebb állataik erejét használhatták fel. Aztán rájöttek, hogyha néhány egyszerű dolgot segítségül hívnak, mondjuk farönköket, akkor azzal már könnyebben el tudják szállítani ezeket a nehéz kőtömböket. Vagy mondjuk egy-két eszköz segítségével könnyebben fel tudták darabolni a köveket. Az egyszerű gépek tehát arra valók, hogy megkönnyítsék számunkra a munkának az elvégzését. A munkát pedig ugye úgy számoljuk ki, hogy W egyenlő F szer S. Rendszerint nekünk ezzel az erővel van problémánk, hogy mondjuk az erő túl nagy, vagy nem jó az iránya, esetleg a támadáspont vagy a hatásvonal nincs a megfelelő helyen. Hát nézzük meg, hogy mit jelent ez. Hát gondoljunk bele például abba, hogyha túl nehéz a teher, hát meg tudjuk oldani egy egyszerű emelő segítségével. A talicskával is azt csináljuk, hogy nehéz terheket viszonylag könnyedén tudunk elmozdítani. Belegondolunk abba például, hogy sokkal egyszerűbb így felmenni egy hajóra, mint mondjuk függőleges létrán felmászni, vagy egyszerű felemelni egy vödröt akkor, hogyha van számunkra egy eszköz, egy egyszerű eszköz, aminek a segítségével ez valóban könnyedén megoldható. Az egyszerű gépeknek két fajtája van, az emelő típusú egyszerű gépek és a lejtő típusúak. Mi is észrevettük azt, hogy vannak olyan egyszerű gépek, ahol az erő forgató hatását használtuk ki, például ha belegondolunk abba itt az emelőnél, itt van a tengely és forgás van, vagy ha belenézünk itt ugye a csigáknál, itt is van tengely, van forgató hatás. A másik fajta a lejtő típusú egyszerű gépeknél nincs forgató hatás, nincs tengely, a lejtő típusú egyszerű gépeknél a munkavégzést azáltal könnyítjük meg, hogy a munkát hosszabb úton fogjuk elvégezni. Ilyen lehet például az, amikor úgy megyünk fel egy hajóra, vagy egy dombra, vagy egy hegyre, hogy a hosszabb utat választjuk. Az emelő típusú egyszerű gépeknél az erőnek a forgató hatását használjuk ki, tehát itt lesz majd forgatónyomaték, erőkar, erő, teherkar, teher. Mi az emelő? Az emelő egy tengely körül elforgatható merev test. Ennek a testnek ugye többféle alakja lehet rúd, lehet esetleg körlap is. Ebben az összeállításban az emelő egyoldalú emelőként működik. Itt van a tengely, tőle egy egységre van a teher, és a tengelytől négy egységnyire van az erő. Vagyis négyszer messzebb van az erő, tehát negyed akkora erővel tudom emelni a terhet, mint amennyi a súlya. Munkát, energiát azonban nem tudok most sem megtakarítani, hiszen ahhoz, hogy egy picit megemeljem ezt a terhet, nekem sokkal jobban fel kell emelnem itt az emelőnek a végét. Ebben az összeállításban az emelőnk kétoldalú emelőként működik. Itt van a tengely, ezen az oldalon van itten a teher, egy egységnyi távolságra, itt pedig három egységnyi távolságra van az erő. Vagyis harmad akkora erővel tudom emelni, illetve tartani a terhet, mint amekkora a saját súlya. Munkát, energiát itt sem takarítunk meg, mert egy pici emeléshez ezen az oldalon sokkal nagyobb elmozdulást kell produkálnunk. Amint láttuk, a terhet kétféleképpen tudtuk felemelni az emelő segítségével. Az egyik esetben kétoldalú emelőként használtuk, a másik esetben pedig egyoldalú emelőként. Nézzük mondjuk azt az esetet, hogyha nem egy radír, hanem mondjuk egy 30 kg tömegű 300 newton súlyú terhet szeretnénk fölemelni. Abban az esetben, hogyha háromszor messzebb megyünk, akkor harmad annyi erővel tudjuk majd az emelést megvalósítani. Vegyük azonban észre, hogy amikor mi megemeljük egy egységnyivel ezt a terhet, akkor mi nekünk háromszor akkora utat kell megtenni a gravitációs mező ellenében, tehát munkát nem fogunk megspórolni, nem takarítunk meg, kevesebb erővel végezzük a munkát, de mindezt hosszabb úton tesszük meg. Egyoldalú emelőnél,
hasonló módon tudunk eljárni, ebben az esetben a tengely itt található, ide tesszük a nehéz terhet, és ha mi háromszor messzebb megyünk el a tengelytől, mint ahol a teher van, akkor harmadannyi erővel tudunk emelni. Itt is láthatjuk azonban, hogy lehet, hogy kisebb lesz az az erő, amivel emelünk, de az emelés magassága bizony nagyobb lesz. Tehát tulajdonképpen, ha mi 10 centire szeretnénk ezt fölemelni, akkor nekünk ahhoz 30 cm magasságig kell megemelni a rúd végét. Összefoglalva tehát, lerajzolhatjuk magunknak ezt a kétfajta emelőt. A két oldalunál a tengely itt található, és egyik oldalon van a teher és a teherkar, a másik oldalon pedig az erő és az erőkar. A terhet és az erőt a tengely egymástól elválasztja. Forgató hatás pedig ellentétes, hiszen csak így tudják egymás hatását kioltani. Egy oldalú emelő esetén itt található a tengely, teher és a teherkar, erő és az erőkar. Ne feledjük, hogy ebben az esetben is mindig a kart a tengelytől kell számolni az erőnek a hatásvonaláig. Nézzünk néhány nagyon egyszerű gyakorlati alkalmazást, például a diótörő, ami majdnem ugyanúgy néz ki, mint egy fokhagymaprés. Látjuk, hogy ez egy oldalú emelő, itt tartózkodik a fokhagyma, oda tesszük bele, és mi pedig itt a végén fejtünk ki rá erőhatást. Mivel mi legalább 8-szor messze vagyunk, mint a fokhagyma a tengelytől, ezért legalább 8-szor akkora erőt tudunk kifejteni rá, és így könnyen át tudjuk nyomni. Ugyanez vonatkozik a diótörőre is, itt is közelebb van a dió, vagy a mogyoró, amit éppen meg akarunk törni, és mi pedig itt fejtjük ki az erőt. Tehát ez egy oldalú emelő. Az olló az maga mondjuk két oldalú emelő, látjuk nagyon jól, hogy gyakorlatilag mi itt vagyunk, és a vágandó tárgyat pedig ide tesszük, minél közelebb tesszük, annál nagyobb erőt fogunk kifejteni rá. Az ollóban azonban egy másik egyszerű gép is van már, az ék, ami a lejtő típusú egyszerű gépekhez tartozik. Ő két oldalú. Aztán, ha megnézzük mondjuk a talicskát, a talicska az egy oldalú, látjuk, itt van a tengely, ide tesszük a terhet, lehetőleg minél közelebb a tengelyhez, hogy kisebb legyen a kar, mi pedig a lehető legtávolabb igyekszünk megfogni, és így minél távolabb vagyunk, annál kisebb erővel tudjuk majd azt a terhet odébb tolni. A csípőfogónál hasonló módon, mint az ollónál, két oldalú emelőről beszélhetünk, ide tesszük a vágandó tárgyat, itt dolgozunk mi, ahányszor messzebb vagyunk, annyiszor kevesebb erőt kell majd kifejtenünk. Ebben is található még ék is, tehát több egyszerű gépet is alkalmaztak a tárgynál. Nem minden egyszerű géppel sikerül azonban erőt nyernünk, hát ha például gondolunk a csipeszre, mondjuk most ilyen csipeszem van, itt nyomkodnám össze, itt van a tengely, itt dolgozunk mi, és itt van az a dolog, amit például meg szeretnénk fogni mondjuk a csipesz segítségével. Mi közelebb vagyunk a forgástengelyhez, mint az a tárgy, amit itt meg akarunk csípni, tehát tulajdonképpen erőt veszítünk. De a csipeszt magát nem is arra szoktuk használni, hogy erőt nyerjünk vele, hanem precíziósan próbálunk meg tárgyakat megfogni. Hasonló módon erőt veszítünk például az evezős csónak esetében is. Látod nagyon jól, ha itt van az evezővilla, itt ülsz te, és itt van a víz. Ez a rész jóval hosszabb, mint ami a csónakon belül tartózkodik, tehát te neked kisebb kar, nagyobb erő, itt pedig hosszabb kar, kisebb erő. Viszont ez esetben, ha erőt is veszítettünk, sokkal hosszabb úton tudjuk majd a vizet a lapát segítségével a csónak mentén megfogni, illetve a csónakot hosszabb úton tudjuk majd elmozdítani. Az itt található körömcsipeszben három egyszerű gépet is találhatunk. Itt van az egyik, amit itt mozgatok fönt, tehát ez, itt van a tengely, itt vagyok én, és a másik oldalon a nagy erő, amit ugye rövid a kar, tehát nagy az erő, az egy stifthez csatlakozik. Ez aztán lenyomja ezt a másik egyszerű gépet, ez a másik egyszerű gép, ez egy egyoldalú emelő, itt van az az erő, itt jelentkezik, amit a lenyomással kaptunk,
és a másik erő pedig itt a vágó élnél van. A harmadik egyszerű gép az azt jelenti, hogy itt a vágó élen kettő darab éket látunk, és ezáltal nagy erőt tudunk kifejteni. Sok háztartásban van ilyen pedálos szemetes vödör, mert hogyha rálépünk a lábunkkal, akkor kinyílik a teteje. Ebben is egyszerű gépek találhatók, mégpedig emelő, kétoldalú emelő látható, már is itt látunk, ott van a tengely, amikor rálépünk, akkor egy rúd itt elmozdul, egy emelő, aztán látjuk, hogy itt tartózkodik benne még egy forgástengely, tehát még egy emelő van a pedálos szemetes vödörben. Ez most itt egy kétoldalú emelőnek a modellje. Látjuk, hogy itt van a tengely, itt van a teher, és itt van az erő. Abban az esetben, hogyha a tengely körül elkezdem forgatni, tulajdonképpen ugyanazt a hatást érem el, ha forgatom körbe-körbe a tengely mentén, és létrehozhatom belőle az egyoldalú emelőnek a modelljét is. Ha egy testet, egy nehéz testet emelnem kell fölfele, és azt én nem szeretném, mert nem szeretném fölfele emelni, akkor fogok szépen egy ilyen rudat, ide teszem, átdobom rajta a kötelet, és akkor gyakorlatilag így már tetszőleges irányba tudom az erőt kifejteni, akár lefelé is, ami számomra kedvezőbb. Ezzel a megoldással csak az a probléma, hogy itt a rúdon a kötél súrlódik, és a súrlódási erő szintén tőlem energiabefektetést, erőhatást igényel. Egyszerűbb lenne, ha ezt a csúszási súrlódást jóval kisebb gördülési ellenállásra cserélnénk ki. Ez tehát a megoldás, a csiga. Itt látjuk a csigát, a csiga a saját tengelye körül forog, így gördülési ellenállás lesz a csúszási súrlódásból. Természetesen itt is bármilyen irányú lehet az erő hatás, az irányát tudjuk változtatni, a nagyságát azonban nem. Látjuk, hogy egy 1 newton súlyú terhet 1 newton nagyságú erővel tudok megtartani, vagy egyenletesen mozgatni. Erre képes az állócsiga, hogy az erő irányát tetszőlegesen megváltoztassa. Ez az összeállítás is nagyon érdekes. Ebben az esetben, ha jól látod, ezt az 1 newton súlyú testet szintén csigára tettem, ez a csiga azonban mozog felfele a testtel együtt. Ezt a fajta csigát mozgó csigának nevezzük. Természetesen most is fölfelé kell emelnem a testet, az erőirányát tehát nem változtattam, azt viszont lehet látni, hogy az 1 newton súlyú testet nem 1 newton nagyságú erővel emelem, hanem kevesebben. Ha a csiga súlyától eltekintenénk, akkor egy 1 newton súlyú testet fél newton nagyságú erővel lehetne elvileg emelni. Azért több, mert közben a csigát is kell emelnem. A mozgó csigával tehát az emelőerő nagyságát sikerült lecsökkentenem, viszont az erő irányát nem változtattuk meg. A csigák és az emelő típusú egyszerű gépek közé tartoznak, fajtái az állócsiga és a mozgócsiga. Az állócsiga nem változtatja meg a helyét, csak a saját tengelye körül fordul el. A tengelyénél a középpontjánál függesztjük fel a felfüggesztéshez, és a peremén van átvetve a kötél. Mivel a saját középpontja körül forog el, ezért az erőkar is és a teherkar is a csigának a sugara lesz. Mivel a sugár pedig egyenlő, a teherkar és az erőkar egyenlő, ezért a teher is és az erő is egyenlő. Erőt tehát nem spórolunk vele, nem takarítunk meg vele, viszont az erő irányát kedvünk szerint tudjuk változtatni. Erre szolgálnak az állócsigák. A mozgócsiga az egy kicsit már más helyzet, a mozgócsiga az el fog mozdulni, a csigának a középpontjához rögzítjük az emelendő terhet, és az átvetett kötél egyik végét rögzítjük. A kötél másik végét pedig húzzuk, emeljük, itt fog hatni az erő.
A forgástengely az nem a csigának a középpontja, hanem itt található, e körül a pont körül forog fölfele a csiga, amiközben emeljük. Vagyis a teherkar az a csigának a sugara, innentől idáig, az erőkar pedig a csigának az átmérője, innentől idáig. Ebből egyértelműen következik, hogy fele akkora erővel kell majd nekem emelnem a terhet, mivel az erőkar kétszer akkora lett. Az is igaz azonban, hogyha mondjuk én 1 méterrel szeretném fölemelni ezt a 30 newton súlyú terhet, akkor nekem 2 méter kötelet kell megemelnem. Nagyon örültünk annak, hogy az állócsiga az ugye fordítja az irányt, tehát olyan irányba húzhatjuk a terhet, amilyenbe szeretnénk, a mozgó csiga pedig felez, tehát az erő is csökkenthető. Mi lenne, hogyha ezt a két pozitív tulajdonságot ötvöznénk? Ilyen esetben csigasort állítunk elő. Képzeljük el azt, hogy először egy mozgó csigát alkalmazunk, majd pedig egy állót. A mozgó csigára, ha rátesszük a 30 newton súlyú terhet, itt kéne ugye fölfelé húzni 15 newtonnal, amit átvetünk egy álló csigán, és így már más irányba kell az erőt kifejtenünk. Ilyen esetben csigasort hoztunk létre, és ha ide még egy mozgót, majd még egy állót, még egy mozgót, még egy állót tennénk, akkor tovább csökkenthetnénk az emeléshez szükséges erő nagyságát. Elviekben azt is gondolhatnánk, hogy ugye minden mozgó csiga felez, tehát akkor egy ilyen három mozgó csigából álló sor esetén a fele felének a fele talán a nyolcada kellene az emelőerőnek lenni, viszont tudjuk, hogy az emeléskor a csigákat is emelnünk kell, a kötélnek is van súlya, a surlódás is szerepet játszik, ezért az a tapasztalati szabály, hogy ahány csigából áll a csigasor, annyiad részére csökkenthető az emeléshez szükséges erő. Természetesen nem csak ilyen formában rakhatjuk össze a csigákat egymás után, általában másmilyen formákat szoktak alkalmazni, például egy ilyen esetben az álló csigákat a felfüggeszéshez rögzítjük, majd az álló csigákhoz rögzítjük a mozgókat. És így egymás után váltakozva, ha felfűzzük őket, a csigákat, akkor tulajdonképpen lecsökkenthető az emeléshez szükséges erő. Ha mindkét csiga előnyeit szeretnénk kihasználni, akkor csigasort készítünk. Először egy mozgó csiga, aztán egy álló csiga. A mozgó csigán emeljük a testet, így az emeléshez szükséges erő feleződik, majd pedig az álló csigával tetszésünk szerint megfordítjuk, vagy megváltoztatjuk az emelő erőnek az irányát. Így kevesebb erővel és tetszőleges irányba tudjuk végezni az emelést. Ebben a csigasorban 3 darab álló csiga van felfüggesztve, és 3 darab mozgó csiga van hozzá kapcsolva. A mozgó csigák végén helyezkedik el a teher. Nem tudunk minden olyan alkalmazási területről beszámolni, ahol az egyszerű gépeket használjuk, de a hengerkerékről még szót kell ejtsünk, hiszen a mindennapjainkban rengeteg helyen használjuk őket. Az álló csigánál nagyon tetszett az, hogy az erő irányát tetszőlegesen megválaszthattuk, az viszont nem, hogy az erő nagyságát nem tudtuk befolyásolni. Ezen segít a hengerkerék, ugyanis két különböző sugarú csigát tesz közös tengelyre, úgy, mintha mindkettő álló csiga lenne. Ezek után, tehát mondjuk én egy 10 newton súlyú terhet szó nélkül fel tudok emelni 2,5 newton erővel, abban az esetben, hogyha a keréknek a sugara 4-szer nagyobb, mint a hengeré. A kicsit szokták hengernek nevezni, a nagyot pedig keréknek. És természetesen az erő irányát is én dönthetem el ez esetben. Ilyen például ugye a kerekes kut, amint láttuk, vagy a darálóink,
és nagyon sokszor már a kereket sem látjuk, hanem csak a hajtókar marad meg, és a hajtókar az gyakorlatilag a kerék sugarával egyenlő. Minél nagyobb a kerék sugara, annál kisebb lesz az az erő, amivel én ezt mozgatni tudom, természetesen annál hosszabb úton. Ha megnézzük például a fogókat, szerszámokat, kilincseket, azok is a hengerkerék elve alapján működnek. Ezeket a pici csavarokat nem tudnánk kellő erővel megfogni, becsavarni, kicsavarni, elmozdítani, mivel pici a sugaruk, ezért hosszabb sugarú szerszámokat, kilincseket alkalmazunk, így a hosszabb kar kisebb erőt eredményez. A hengerkerék két állócsiga közös tengelye, ezáltal a kisebbiknél kisebb lesz az erőkar, nagyobb az erő, a nagyobbiknál nagyobb az erőkar és kisebb az erő. Ezt hívjuk úgy, hogy henger, ezt hívjuk úgy, hogy kerék. Ezáltal tehát nem csak az erő irányát, hanem az erő nagyságát is befolyásolni tudjuk. Ha ő neki háromszor nagyobb a sugara, akkor háromszor kisebb erőre lesz szükség ahhoz, hogy én a vödröt fel tudjam tekerni. Természetesen ez esetben a kerülete is háromszor nagyobb lesz, tehát háromszor hosszabb úton kell elvégeznem a munkát. Tehát munkát, energiát nem takarítok meg, hanem kevesebb erővel végzem el ugyanazt a munkát. Nagyon sok háztartási gépünkben van henger kerék, ez például egy mágdaráló, ez a henger, és ez pedig lenne itt maga a kerék. A kerékből a körlap már nincs meg, csak a hajtókar. Látjuk, hogy ez nagy, ez pedig kicsi. Ahányszor nagyobb a hajtókarnak a sugara, mint a hengernek a sugara, annyiszor kevesebb erőt kell nekem kifejteni. Ha mondjuk ez 10-szer nagyobb, mint ez, akkor ha én ezt 1 newton erővel mozgatom meg, akkor itt 10 newton erőt fejtek ki a mákra.